Négylábú mentőangyal. Magyar hangok. Pápai Erika, Selmeci Roland, Timkó Eszter, Imre István, Kocsis Marian, Koroknai Géza, Zakariás Éva, Nagy Ervin. Fényképezte Peter Benison. James Helfand. Magyar szöveg Miklós Lívia. Vágó Kozma Judit. Gyártásvezető Rácz Gabriella. Hangmérnök Kovács Gábor. Szinkronrendező Kozma Mari. A szinkron az RTL Klub megbízásából a Mikroszinkronban készült. Forgatókönyv Daniel Levin. Rendezte Peter Svatek. Mi van? Mi van, bócpofa? Ki akarsz menni? Előbb lezuhanyozom. Igen? Szia, Krisz! Nem, már fent voltam. Mikor? Hány éves? Hol? Nem ismerem a környéket. Rendben, 10 perc. Kint várlak. Jó. Szia. Most pajtás munka van. Gyere, pinc. Zárják le a kivezető utakat. Az erdőt vegyék. Nyomkereső és mentőkutya. Rendben. Miért nem mondanak semmit? Nagy lihegés csaptál a telefonba. Be akartalak avatni, de elfelejtettem megkérdezni az ürge nevét. Persze. Kezdénként lábnyomok, ruhamaradványok, még esti nem kezdve. Száraz, tiszta időt mondanak. Ne higgy nekik. Örök, hogy szia. Itt vagy. És te, hogy? A sofőr vagyok. Nagy úr a megszokás. Hol van Prinz? Krisz kocsijában, gondolom már rágja az új üléshúzatot. Az biztos. Van rá esély, hogy csak elcsavargott a gyerek? Nincs. Erőszakos behatolás a házba a bejárati ajtón. Riasztóvezeték elvágva. Igen. Megtervezett akció. Hadnagy úr, a laborkocsi már úton van. Nehogy az emberei elrontsák a nyomokat. Megtesszük, amit lehet. Rendben, értem. Brenna Show, Krisz Milos, Carol Blue, FBI nyomozó. Brenna a nyomkereső és mentőkutya csoportuk vezetője. Önkéntes? Igen, az vagyok. Krisz egykori zsaru, kollégák voltunk. És most? Magánnyomozó. Valahol van névjegykártyám. Ugye, senki sem fogadta fel erre az ügyre. Lett szóra nem. Krisz a kutyás csoportok kommunikációs bázisát vezeti. Sokat segíthet Renával. Meglátjuk. Hogyan akarja elkezdeni? Bevinném a kutyámat a házba, és hoznék egy szagmintatárgyat. Azzal várnia kell. Csak úgy mehetnek a terepre, ha mindegyik kutyás egység mellé fegyverest ad.
Nem tudjuk, mivel állunk szemben. Nekem gyerekrablásnak tűnik. Nem is tudom, mit keresünk mi itt. Ne izgass magad, ez az első nagy ügye. Gyertek, bemutatom a szülőket. Idehozom Princet. Bent találkozunk. Jó napot. Jó napot. Chris Milos, a munkatársunk. Jó napot. Mr. és Mrs. Hendricks, Brenna Shaw, a hölgy, akit említettem. Hello. Hello. Ő itt, Prince. Ne adjak egy fényképet. De, az jó lenne. Ő Zoe. Egy hónapja készült. Igazán. Nagyon édes. Ha megengedi, végigjárnám a házat a kutyámmal. Zoe nincs itt. Mindent megnéztünk. Bizonyára így van, de ez hozzátartozik az eljáráshoz. Persze. Keres, Princ. Ezt a cipőt mostanában? Tegnap. Eltehetem szagmintának? Miért ne tehetnéd? Ide, Prince, ide. Szimat. Ez Zoe. Mit csinál? Nem tudom biztosan. Gyere! Megvan a jármű, mi most elmegyünk. Ezt a szobát még nem néztük át. Vigye innen azt a kutyát! Csak még egy percig hagyja. Okos kutya. Jól van, Prince, gyerünk. Ezt nem vettük észre. Milyen messze? Rendben. Hallottad? Mehetnek? Igen, megtalálták a járművet. 5 mérföldre, éjszak felé. Menjünk. Ja, igen, találtunk egy cetlit. Milyen cetlit? Köszönjük, de nem tartunk igényt a munkájukra. Tessék? Mindjárt megérkezik a saját kutyás egységünk. Egy pillanat, nem akarja, hogy elkísérjük? Nem, köszönöm. És megkérem önöket, hogy távozzanak. Itt büntény történt. Csak elrontják a nyomokat. Nagyon szívesen. Ez meg mi? FBI. Ez jó. Gyerünk, Prince. Na, na, na. Prince, ne csináld. Nem baj, ha megfuttatom? Sietek vissza. Nem jó, még letartóztatnak kukkolásért. Ugyan már. Nehogy egy döglött mókus találj nekem. Mi van Brennával? A cutatus interruptus esete. Elvitte Princet futtatni. Menj innen! Menj innen! Ugye a maga kutyája? Engedj el a gyereket!
Mindjárt itt a rendőrség. Gödre hiszem. Azok most az utcán vannak, lefogadom. Úgy sem tud elszökni. A kutyával nem számoltam. Ne tegye! Az ilyen kislányoknak alig van súlyuk. Tudta ezt? Fogja meg! Jézus! Foszki, princ! Megint együtt vagy Joannal. Már csak voltam. Rossz ötlet volt. Ha egyszer vége, vége. Ügyvédet fogadott. Most azelőtt harcolunk. Sajnálom. Én is. Beköltöztem az irodába. És hogy megy a munka? Már csak. Nem hallottad? Hívjon egy mentőt, szóljon, hogy megvan a gyerek. Princ a vízben maradt. Hol? Nem tudom. Mi történt? Bedobta a vízbe. Ki? A pásos, aki elrabolta. Princ még nem jött ki. Gyerünk, princ. Bújj elő. Princ. Princ, princ. Jaj, princ. Ós kutya. Jó kutya. Jó kutya. Ügyes vagy. Mit hoztál nekem? Nagyon jó kutyus vagy. Nagyon jó, aranyos. Jó van, jó van. Ledobta és egy szó nélkül elment? Igen. Na jó. Magas, fehérbőrű. Semmi más megkülönböztető jegy. Mondjuk a járása, a testtartása vagy egy mozdulat. Igazán sajnálom, de azt hiszem a hangját felismerném, ha megint hallanám. Rendben. Mutatnék maguknak valamit. Itt. Találtunk pár csikket. Ugyanolyanokat, mint Hendrikszék házánál és a furgonban. Elküldtük DNS vizsgálatra. Itt állt a rohadék és várt. Igen. És még valami. Rendben. Ez meg micsoda? Egy öreg húsfüstölő. Már biztosítottuk. Jól érzi, kerozin. Szét volt olcsolva.
A terve az volt, hogy a gyereket beteszi a ládába, az árat bezárja, a gyertyákat meggyújtja és itt hagyja. Megfulladt volna a füsttől, mielőtt kigyullad ez a kóceráj. Biztosra ment. Ahogy mondja. Mennyi idő alatt ég le a gyertya? 1 óra alatt. Határidő volt a cédula? 8 óra. Miközben a szülei 1 mérföldnyire innen várakoznak. Csak hogy én elvittem a kutyát sétálni. Nem szabad, rossz kislány! Gyere ide, te haszontalan! Hogy képzeled ezt, Bundás? Ó! Ne csináld ezt velem! Rossz lány vagy! Ne! Ó! Ebből még baj lesz! Ne rosszakodj nekem! Állj! Bundás, megállj! Te is, Pic! Gyere, te is! Gyere, te pecsár! Tudom, hogy őt képviseli. Akkor sem tartozik magára. Küldjön bírósági idézést! Én csak annyit kérek, hogy beszéljen Joannal és győzze meg! Mert talán képesek vagyunk felnőtt emberek módjára beszélni egymással. És megoldani ezeket a kicsinyes anyagi ügyeket, mielőtt az idióta bíró mindent elront. Igen, maga! Ügyvéd. Még hogy felnőtt emberek. Majd elrendeződik. Mikor? Tényleg a pénzről van szó? Mindenből többet kér. A házat megfelezzük, a bankszámlát is. Ő viszi az ő részét, én az enyémet. Olyan bonyolult ez. Dühös rám. És te? Én már csak fáradt vagyok. Az FBI-os nő megint hívott. Délután idejön, hogy újra kikérdezzen. Mondta, hogy miért? Rutin ellenőrzés? Olyan náluk nincs. Nem találták meg a pasast, és most erőlködnek. Mit szólnál, ha én is itt lennék? Mint mi? Nincs értődött főnök. Te vagy a jobb kezem, és munkaidő van. És ha nemet mond? Szövetségi pofán vágom. Nem én kértem. De örülsz, hogy felajánlottam. Nagyon. Itt az Hernández akta. Megnézed most? Később, Connie. Elintézek néhány telefont. De jól jönne egy kávé. Tényleg? Nekem is? Mit akar Joan ügyvédje? Én kapcsoltam be. Vért. Lehetnél kedvesebb Gideon barátodhoz. Válaszolhatnál neki. Kinek? Az e-mailjeire. Ide írogat az iroda címére, átküldtem őket a gépedre. Gideon. Egy Gideon se ismerek. Akkor mi legyen? Töröld ki őket. Olyan szexisek. Léci, biztos valami tinédzser a kamaszkori fantáziájával. Ideje lenne bepasíznod, Bren. Nincs már túl sok esélyünk. Nézd meg, mi történt Chris-szel. Azért, mert végig kell néznem Chris keserves válását. Miért legyek kedves egy ismeretlen internetes Rómeóval? Mert olyan kitartóan küzd. Edzünk holnap reggel? De mennyire? Elnézést.
Bill Chamberlain hívott a városi tanácsba való jelölése miatt. Igen, biztos önellenőrzést akar. Hogy mossuk tisztára, mielőtt jelölteti magát. A hivatal értékeli, hogy szakítanak ránk időt. Mind a ketten. Hogy van, Zoe? Teljesen felépült. Sajnos semmit sem tud mondani a férfiról, aki elrabolta. Én se tudok többet segíteni. Próbáljuk meg. A cédula, amit a kutyája talált. Hidegen jó. Ismerősen cseng. Nem emlékszik semmire, amit mondott? Nem ismételgette ezt, vagy egy másik mondatot? Nem, csak azt, amit már mondtam. Hogy a zsaruk úgy sincsenek itt. Hogy egy kislánynak alig van súlya, ezt is mondtam. Meg még azt, hogy fogja meg. A furgonnal mi van? Az ránk tartozik. Azok után, amit Brenna tett, joga van tudni. Nem hinném. Akkor kösz, hogy benézett. A furgont 4 napja lopták el Albanyben. Se új lenyomat, se használható bizonyíték. Tudják, mi történt akkor éjszaka? Találtunk néhány csikket. Olyan helyeken, ahonnan a ház jól látszik. Valószínűleg figyelte őket egy ideje. Néhány hete a riasztójuk tévesen beriasztott. Kipróbálta? Akkor este megvárta, míg mindenki elalszik, és bement a házba. Volt tervrajza a házról. Bizonyára. A gyereket elaltatta. Narancslében feloldott altatókkal. A cumis üveg, amit találtam. Igen. A kislányt elrejti, elmegy a furgonjával, kidurran az egyik gumia, az árokba hajt, ellenkező irányba nyomokat hagy, majd visszagyalogol a folyóhoz. Kikészítette magát. Igen. Eléggé. És mit gondol, egyedül volt? Semmi sem biztos. Szerintem valószínű. Miért? Hát, úgy tűnt, hogy egyedül van. Úgy tűnt, hogy minden szál az ő kezében fut össze. Organizált magatartás. A szülők miből élnek? Az apának van egy szoftverfejlesztő cége. Játékokat csinálnak. Nos. Köszönöm a segítséget. Kérdezhetek valamit? Tessék. Mi lesz Zoival? Úgy értem, ha ezt végigcsinálta, hogy megölje. Megpróbálhatja megint. Felajánlottuk nekik a védelmet, de nem igénylik. A gyereket elviszik az államból. Tudhatnak valamit? Minden lehetőséget megvizsgálunk. Ha nincs az államban, az biztonságos? Ha szükségünk van önre, értesítjük. A bosszú. A bosszúról van szó. A bosszú olyan étel, ami hidegen jó. Na, ez hatékony volt. Mi az az organizált magatartás? Majd máskor elmondom, most visszahívom Chamberlaint. Nem válaszolsz? Nem. Ha, később is jó. Szia. Szia. Mama, mama, mama! Indulhatsz, Niki! Niki szereti, ha ő a cél. Ha Niki a helyén van, 2 perc különbséggel indítunk. Te jobbról, én balról. Próbáljunk párhuzamos vonalat tartani. A terep engedi. Milyen távolságban? 15-16 yard. Ha nem látjuk egymást, rádión beszélünk. Bocs, egy pillanat. Menj csak. Jó napot. Jó napot. Szia, Zoe. Szia. Emlékszik magára. Meg akartam köszönni, mielőtt elmegyünk. Zoe, szívem. Köszönöm. Nagyon bátor voltál. A férjem nem akart idejönni. Ideges az utazás miatt. Elköltözünk. Igen, hallottam. Mrs. Hendricks nem tartozik rám, de jó ötletnek tartja, hogy elköltöznek. Ha az FBI azt mondta, hogy megvédik magukat, meg is teszik. A férjem, vagyis mindketten úgy gondoljuk, hogy jobb így. De segíthetnék a nyomozást. Az ügyvéden keresztül elérhetnek. Nem akarom megrémiszteni, de a cédula bosszúra utal. Valami történhetett régebben. Ha a férjének vagy önnek valami eszébe... Nem volt semmi.
Gyere, Zoe, megyünk. Még egyszer köszönöm. Szia, Zoe. Gyere, kicsi. Zoe. Szia, Prinz. Szia. Brothers tervezőiroda. Mennyit késtek? 19 napot. Ír nekik. Emlékeztetném? 19 napra nem. De nem is tájékoztatom. A kettő közt. A feljegyzéseink szerint. Igen, az jó lesz. Oké. Connie, légy szíves. Egy perc. Brenda, beszélhetnénk? Mm-hmm. Marhaságot csináltam. Milyen marhaságot? Emlékszel az e-mailekre attól a szexi fiútól? Persze, mi van velük? Nézd meg. Itt van mind. Connie. Tudom, tudom. Igazán nagyon kedvesen tőle. Köszönöm. Fontosnak gondolom. Zoit pénteken rabolták el. Az e-mailek szombaton kezdtek jönni. Bosszantott, hogy ki kellett lépnem. Kíváncsi voltam, mit gondol. Ha ismerni a történetemet, megértene. Gideon. Igen, mondtam Koninak, hogy nem ismerek egy Gideont sem. Nem akartam válaszolni. Aztán meg el is felejtettem. És Connie válaszolt rájuk. Igen, úgy döntött, hogy házasság közvetítőt játszik. Gideon mikor jött rá, hogy nem magával levelezett? Igen, a másodiknál. Fog rám emlékezni a kutyája, ha megint találkozunk? Szerintem fog, Gideon. Connie azt felelte, a vérebek nem felejtenek. Neki van vérebe. Értem. Önnek az van? Mi folyik itt? Nincs jó halál. Még büntetlen. Fenyeget. Bosszúállásban nagyon jó. Na és hogyan tovább ezzel az ügyjel? Mármint semmi nyom, amiből kiderülne, hogy kihez az alak? Nézze, akár tetszik, akár nem. Belekeveredtem az ügybe. Végignézzük Hendrix üzlettársait. A régieket és a mostaniakat. Ezt nem lehet lenyomozni? Ha megvolna a feladó számítógép, lehetne, de nincs meg. Na és a DNS? A cigarettákról? Kellene egy gyanúsított, akivel egybevethetnénk. Akkor mi lesz? 24 órás védelmet kap. Attól kezdve, hogy innen kilép. És mennyi időre? Ameddig kell. Cserébe pedig számítok a segítségére. Persze, most is itt vagyok. Szeretném, ha kapcsolatba lépne Gideonnal, e-mailen. Mit mondjak? Majd mi irányítjuk. Nem hinném, hogy bármit is elárulna. Nem, de ha válaszol, mert nyilván válaszol, valamit megtudhatunk. Ez a szakmánk. Csak bízza ránk. Hát persze. Természetesen. Az a BKP. Bűnözőkereső program egy adatbázis. Adott típusú eseteknél kikeresi a hasonló bűnözői magatartást. Mármint a visszaeső bűnözőknél. Gondolod, hogy Gideonnak már volt ügye? A büntettet megtervezte. Adott séma, rituálé szerint dolgozott. Biztos nem először van dolga az FBI-jal. Hogy lehetsz ebben olyan biztos? Nézd, 15 évig voltam zsaru. Mit gondolsz, miért kell lesz nekik? Szükségük van rád. De ha már megtette, megteszi még egyszer, akkor többről van szó, mint Zoe. Ez a Blue fütyör rád, a palit akarja elkapni. Láttam én ezt, sőt, csináltam is. Ezért szálltam ki a buliból. Mondj nemet. Hogyan?
Egy nyomkereső, mentő, kutyás. Az ugyanolyan. Mi is vállaljuk a kockázatot másukért. Ezt választottuk. Én és az árnyékaim. Beszállás. Maradj, princ! Ha nem akar beszélni velem, miért érdekelnének a problémái? Oké, küldj el. Tessék, a 9. bűvös üzenet. Vagy a 10. Visszamehetek dolgozni? Bizonyítsa be, hogy tényleg ő a tettes. Csak úgy tudja megcsinálni, ha valamit felfed. Csak hogy még nem válaszolt. Lehet, hogy soha többé nem hallunk róla. Megtaláljuk a módját. Gyertek! Egyetek! Este felé adok egy újabb feladatot. Izgatottan várom. Brenna, megértem, hogy türelmetlen. Tényleg? Igen, tényleg. Nagyon ért a kutyákhoz. Köszönöm. Nekem semmi érzékem hozzájuk. Hogyan kezdett velük dolgozni? Hosszú történet. Mondja el, jó? Hát, Texasban jártam főiskolára, és ott maradtam tanítani. Angolt. És egyszer az egyik tanítványom eltűnt. A családja kétségbe esett, rettegett, az egész... egy iszonyatos rémálom volt, hogy soha többé nem látják. Fél év múlva kutyás keresők rátaláltak a holttestére. Egy elhagyott helyen. Meggyilkolták. A család addigra elfogadta a tényt, hogy Angie meghalt. De amíg meg nem találták, képtelenek voltak normálisan élni. Szóval a kutyákat szerettem. Az embermentés ennek természetes folytatása. Abba hagyta a tanítást? Haza kellett jönnem. Krisz régi barátom, új vállalkozást kezdett, szüksége volt rám. Az időzítés hibátlan volt. Hát, itt vagyok. Maguk ketten soha... Nem. Barátok vagyunk. Értem. Csak annyit mondhatok, ha kéri, vigye. Megszerezhető. Nem, köszönöm. Nem randizom zsarukkal, se nyomozókkal. Még akkor sem, ha már nem is azok. Ó, nem szereti a versenytársakat? Csak a munkáról beszélnénk. Ez az ügy eléggé kiborította. Igen. Láttam Zoe halottas kamráját. Egy ilyen kicsi gyerek elrablása. Egy férfi, aki módszeresen kinéz magának egy gyereket, hogy hidegvérrel megölje. És én nem jövök rá, hogy miért. De... ha rájön, akkor mindent tudni fog, igaz? Igen. Remélem még időben. Annyi. Elég is. Bohóc pofa.
Jó kutya, jó kutya. Krisz Milos nyomozóiroda. Egy pillanat türelmet. Brenna, telefon! Egyes! Brenna Show. Nem akartam durva lenni. Ki maga? Maga meg az FBI, ha mára kerestek. De ez most maga. Igen, elnézést az előzőekért. Bevallom, először dühös lettem. Úgy éreztem, rászedtek. Nem, nem maga, ez kiderült. Mi az? Mi a fene van? Ez ki volt? Senki, nem fontos. Miért pont velem lép kapcsolatba? Köszönöm. Fantasztikusan viselkedett azon a napon a folyónál. Csodálom a bátorságát. Még ha ellenem fordítja is. Egyedül van. Egyedül van most? És a természet igazságos egyensúlya ellen. Megérti a lelkét? Szeretném megérteni. Jóvá akar tenni valami rosszat? Jó, jó. Nem vagyok Isten. Nem dönthetek élet és halál fölött. De nem magamról akarok beszélni, Brenna. Beszéltesse még, nincs meg. Mit akar? Érdekes életet él. Fogadjon el egy tanácsot. Ne hagyja, hogy a múltja félrevezesse. A jövő bizonytalan. Minél többje van, annál többet veszíthet. Árulja el. Nem utálják a kutyái, ha bohócnak öltözteti őket? Szerintem igen. Tessék? Tudja, bohócnak. Nem nagyon szerették. A házamban van. Ott van nálam. Nappali tiszta! Szobák tiszták! Hálószoba tiszta! Várj egy percet! Menj! Menj! Menj, menj, menj! Brenna, maradjon! Először az embereim mennek! Valaki biztosítsa a tetőt! Én hát is sem rendben lesz. Nézzétek meg az új lenyomatot. Menj, rögtön! Nagyon kíváncsi! Vidd a labort! Vigyük be a labort! Ne nyúljatok semmihez. Hát, ha van rajta új lányomat. Itt a motel tulajától. A szolgáltatás vacak, de az ár jó. Nem akarlak kitúrni a szobádból. Azzal te ne törődj. Jó, ez így. Kempingeztem már odafönt is. De alhatok kint a díványon, ha gondolod. Mindjárt hozok tiszta ágyneműt, meg törölközőt. Köszönöm, Krisz. Ugyan. Ha éhes vagy... Tudom, hol van a konyha. Tudom, hogy nem örülsz neki, de ennyi elővigyázatosságra szükség van. Ki mondta, hogy nem örülök neki? Legalább dolgozhatom 24 órán át. Azon vagyunk, hogy hazamehess. Addig is... szeretsz dámázni? Utálok dámázni. Még jó, mert nincs táblám. Jó hét. Hey, Krisz. Egy angyal vagy. Jó, hogy valaki annak lát. Fogjátok fel úgy, hogy ez egy nagy kaland. Tudom, én is szeretném kitekerni a nyakát annak a disznónak. Jó ét.
képzelsz, princ? Bundás! Jaj! Oké, most az egyszer. Most az egyszer. Hogy aludtál? A félszemem nyitva volt. Ah, úgy is lehet. Váltogattam, és furdalt a lelkiismeret, hogy rád telepettem. Veled ki lehet jönni. Kihez képest? Például Joanhoz. Eleinte nagyon jól megvoltunk. És történt valami? Igen, történt. Elmúlt a szerelem. Akartam egy kutyát. Most egyszerre kettő is lett. Halló? Igen? Gyerünk! Hello! Mi történt? Ezt hallgass meg. 4 éves fiú. David, kint bringázik a kertben. Bemegy, hogy felvegye a telefont, a vonalban senki. Újra kijön, eltűnik. Lehet, hogy Gideon? Hagyott egy cetlit a bringán. Ugyanolyan zöldet. Ha eltűnt vagy ellopták, keressék Brenn a sót. Kedves. Határidő? Nincs. Mikor tűnt el a gyerek? 10 körül. Vagyis 2 órája. A furgon meglett, az éjjel a telkükön volt. Nem látták elvinni a gyereket, csak a kocsit látták elhajtani. Ezeket a szagmintákat hoztam. Tudja használni? Persze. Köszönöm. Minden kutyás egységhez egy fegyverest hadnagy. Nem szeretném, ha ez a pasas megint meglógna. Így könnyű, hogy a részletekkel nem nekem kell törődnöm. Hozzuk a cuccokat. Még legalább 2 egységre lesz szükség. Oké, rendben. Cumis üveg volt a kocsiban. Narancslé maradék. Ez ugyanaz. Tudnának szagmintát venni a furgonról és a cetliről? Miért? A kutyáimnak. Ha Gideon megint be akarna jönni a házamba. Hogyne. Mi készen állunk. Jól vagy? Persze. Csak kifújom magam. Hívjuk Kriszt. Kutya egy a bázisnak. Bázis. 2-es, 3-as? Még semmi. Mondd meg Koninak, forduljon északnak balra a következő elágazásnál. A kutya 2-es folytassa az utat. Mi is. Vége. Meg lesz. Mit keresünk? Keseinket. Kutya 1 itt a bázis. Semmi? Semmi. A kutya 2-es forró nyomokban térkép koordináták D11. Mennyire forró? Teljes mértékben. Kutya 3-as a bázisnak. Koni, Brenna felét tart. Fiúk, ez megvan. Forró nyom. Margarita, őrjünk. Koni, maradj ott. Mi a pozíciód? C9. Válaszolj, vagy vége. Majd hívlak. Ez Gideon. Több forró nyomot hagyott. Ki tudja mennyit. Brenna. Kutya 1, itt Carol Blue. Adja meg a helyzetét. B5. Hallom, hamis nyomra gyanakszik. Van ötlete, hogy járt be ekkora terepet egy gyereket cipelve? Előre is megcsinálhatta a nyomokat. Vagy letette a gyereket, mint először. Annyit tudunk, hogy mi is épp egy hamis nyomot követünk. Kutya 2 és 3-at visszaküldtem a bázisra. Most épp melyik nyomon vagytok? Prince szagot fogod, de gyengének látszik. A saját utunk és a kutya 2-ig között vagyunk. Gered, küldök segítséget. Nem érnek. Bocs, de a kutya megy. Lehet, hogy a gyerek élete függ tőle. Én kikapcsolom. Informáljon. Mire jó ez a felelőtlen kockáztatás? A kutyának nem az. Visszajönnek, ha tetszik nekik, ha nem. Pearson! Mi van? Megvan a gyerek. Mi? Bealtatózva egy kamrában, ókszékházában. Jól van. Blue FBI nyomozó. Megvan a gyerek! Igen.
Ott vannak már a szülők? Szóljon nekik, vigyék haza őket. Brenna. Ez az első és a legfontosabb. Brenna, válaszolj! Prince, lassabban! Gyere, kutya egy! Brenna, várj! Megvan a gyerek, jól van. Ott volt a saját házukban. Prince! Hadd segítsek. Nem, nem, majd máskor elintézem. Gyere, bundás. Brenna, hidd el, ez nagy tévedés. Nem, ez nem tévedés. Tényleg nem érted? Vége Gerett, ő győzött. Meg lett a gyerek sértetlenül. A gyereknek semmi köze az egészhez. Gideon engem akart. Az útjában voltam, és most megfizettem. Tudjátok, mit jelent, hogy Gideon? Bírókt. Elítélt engem. Prince meghalt, és most szeretném, ha egyedül lehetnék. Bundás, gyere! Gyere! Küldök egy járőrt a ház elé. A gond bent van. Igen. Nem, bundás, nem! Nem! Ez nem a tied. Sajnálom, bundás.
Gyere, együnk valamit. Gyere. Mi a baj, bundás? Mi a baj? Okos vagy. Óra, még ágyban voltál? És? Beviszem a konyhába. Én is mindjárt jövök. Bundás egyedül maradt. Hogy viseli? Jól van. Kösz. Mikor jössz vissza dolgozni? Hiányzol? Nem tudom. Pedig jót tenne. Connie üzeni, hogy szeretne edzeni a kutyákkal. Nem bírok. Bundásnak szüksége van munkára. Abba akarom hagyni. Miért? Tudod miért? Nem ölted meg princet. Nem, de nem is mentettem meg. Brenna. Princ munkakutya volt, nem házi kedvenc. Az kockázattal jár. De megéri, ha az eredményt nézed. Kérdezd meg Zoe szüleit. Te mondtad, hogy ez volt az első, amit megtanultál, amikor kutyázni kezdtél. Az első, amit megtanultam, hogy nekünk nem bűnözőket kell keresnünk, hanem áldozatokat kell keresnünk. És ezt figyelmen kívül hagytam, Chris. Nem vettem komolyan az árulkodó jeleket. Már akkor bűzlött, amikor felkértek, te megérezted. Mondhat, hogy mondjak nemet, de nekem őst kellett játszanom. Tévedtem. Nem. Nagyon is jól láttad. Én meg ostoba liba voltam, és Chris most halott. Ne vádold magad, Brenna. Ezt tanuld meg. És te miért szólsz bele, hogy mikor dolgozom a kutyáimmal? Vagy hogy miért vádolom magam? Vagy bármi másba? A főnököm vagy nem a lelkiismeretem? A barátod vagyok. És féltelek. Tudod, mit meg tudnám ölni? Ha volna fegyverem, és itt volna az a pasas, én megölném, habozás nélkül. Ezt nem hiszem. Tudom, hogy te sem. De nagyon is. Nem ismersz? Csupa meglepetés vagyok. Mi ez? Menj a pokolba innen! Nem veszi fel a telefont. Ha nem haragszik, épp indulok vásárolni. Brenna, higgy el, nagyon sajnálom, ami princcel történt. De beszélnünk kell. Magának, de nem nekem. E-mailek Gideontól. Magának. Minden áldott nap ír.
Nem érdekel. 23 felderítetlen gyerekrablásos gyilkossági ügyet találtunk, szexuális zaklatás vagy váltságdíj követelés nélkül. Mind a környéken történt az elmúlt 10 évben. Ki tudja, meddig csinálja még ezt ez az alak? Segítenie kell. Sajnálom, elegem van. Brenna, kérem. Az igazság pillanata, ez a szerencsém. Lex, elfelejtünk. Bundás az én sapkámban? Tartsa meg. Mondja, mit akar tőlem? Azt, hogy válaszoljon neki. Itt van a feltáratlan 23 ügy aktája, Brenna. Használja fel, érj el, hogy reagáljon. Csak az idejét fecsérli. Ezt magáról is elmondhatja. Tudja, ha nem tisztelném annyira a kutyákat, azt mondanám magára, hogy rideg szuka. Ennek az ügynek maga a kulcsa. Én csak azt tudom, hogy szükségem van magára. Készítse fel magát lelkileg. Brutális. Mi mást várnék egy olyan alaktól, aki ártatlan gyerekeket öl? Ja, és állatokat. Szia, drágám. Szia, Mundi. Bundás, le az ágyról, de azonnal. Gyere, Bundás. Gyere ide. Ilyen szép princ, tudom én. Ne haragudj, Ponti. Nekem is ilyen szép princ. Tudod, kutyuska? Most meg kell értenünk, jó, Bundás? Gideon csak olyat ölt, vagy próbált megölni, aki 5 éves, beleértve princet is. A kis 4 éves gyerek csak princet csalta ki. Itt az e-mail. Az igazság pillanata, szerencsés vagyok. Princ ebben az évben 5 éves volt. Ezt nézd. Amikor Gideon a házamban járt, ennél a képnél hagyta nyitva az albumot, és Zoe is 5 éves volt, és a 23 áldozat közül a BKP lista szerint szerinted hány volt 5 éves? Utána nézünk. Még valami a múltkori miatt? Jaj, ne. Majd később, oké? Oké. Átnéztünk 10 évet. 2 lehetséges megoldatlan gyerekgyilkosságot találtunk. Az első? Jenny Shatkin, 5 éves. Az iskola udvaróra volták el Hartfordban. Connecticut 6 éve. Hogy ölték meg? Szénmonoxid mérgezés. Egy autóban, egy lakatlanház garázsában, 2000 mérföldre az otthonától. Se váltságdíj, se szexuális bántalmazás. Altató narancslében? A szülők foglalkozása? Az apa karbantartási csoportvezető, az anya óvodai gondozónő. A második? Megan McCauley, 5 éves. Az otthonából rabolták el Providence-ben, Rhode Island. A helyszínen egy cédula rajta, ki mint vett. Ki mint vett, úgy aratt. Ez is bosszú. Határidő? 8 óra. Ugyanolyan halottas kamrában volt, mint Zoe, csak ott valami robbanó szerkezettel gyújtotta fel a viskót. Nem gyertyával. Fulladásos halál. 2-ből 2. Uh-huh. Az apa banki hitelintéző, az anya háztartásbeli.
Zoe lett volna a harmadik. Sokan utálják a hitelintézőket. Zoe szüleivel egyik sem hozható kapcsolatba. Beszélt velük? Csak az ügyvédjükön keresztül. Mr. és Mrs. Hendricks nem szívesen áll szóba velünk. Furcsa, sok a hasonlóság, az egész valahogy mégse passzol össze. Washingtonban is, és itt is azt hiszik, hogy valamire jutott. A gond csak az, hogy nem tudunk eleget. Nem ismerjük Gideon agyát. Ez lesz a munkám. Belenézni Gideon fejébe. Csak maga teheti. Ettől majd benyomódik a gomb. Bundás? Várj egy kicsit. Szabad? Persze. Jó. Kész még? Lesz. Jó. Ja. Élvezem, hogy itt ez a kutya életet hoz ebbe a házba. Szereti a társaságot. Magányos princ nélkül nincs kivel játszania. És te hogy vagy? Igazad volt, amikor nálam voltál. Jót tett, hogy visszajöttem dolgozni. De valamiben tévedtél. Kettő az egyhez nem rossz. Az igaz, hogy egy munkakutyánál a kockázat benne van a pakliban. De a helyzet az, hogy Prince nem munkavégzés közben halt meg. Az gyilkosság volt. Ne vádold már magad. Gideon megölte Prince-et. A kérdés csak az, hogy miért. Engem éppen olyan könnyen elkaphatott volna. De te nem vagy 5 éves. Jól van, szép kislány. Lehet, hogy Gideon másokban kelti életre a saját egykori érzéseit. Azt mondta, tudja, milyen súlya van a kislányoknak, szinte semmi. Lehet, hogy volt egy lánya? Úgy érted, Gideon elveszítette a kislányát? Nem tudom, mert ez csak egy lehetőség. Lehet, hogy egy unokahúgát, egy rokonát. És ezért nem csak a fájdalmat kelti életre, hanem a körülményeket is. Igen, és még valami. Egyszer a telefonban azt mondta, nem vagyok Isten. Nem én döntök életről, halálról. Mire gondolsz? Megszervezi a halált, igaz. De amikor elmegy, még minden áldozata életben van. A zsarukra bízza, a szülőkre bízza. Ad nekik egy kis időt. Várjunk csak. E-mailen keresztül figyelmeztetett? Igen. Lehet, hogy másokat is. Tudom, kit kell kérdeznem. Egyedül vagyok, ahogy kérte. Köszönöm. Örülök, hogy visszajöttek. Nem bírtuk már tovább olyan távol. Sajnálom, ami a kutyájával történt. Hogy van, Zoe? Tüneményes. A férjem annyira ellenzi ezt. Szeretnénk segíteni, de az FBI úgy bánik velünk, mintha vagy hazudnánk, vagy eltitkolnánk valamit, pedig nem. Hallott a másik gyerek rablásról? Borzalmas. De nem ismerjük azt az embert, ebben biztos vagyok. Mi van a lakhelyeikkel? Connecticut? Rhode Island? Tom egy évig volt továbbképzésen a Rhode Islandi Egyetemen, de annak 10 éve, akkor még nem is ismertem. Ne haragudjon, de az az érzésem, hogy tudna mondani mást is, ha nem félne ennyire. Gideon súlyos beteg, és nagyon veszélyes. Inkább attól kellene félnie, hogy még mindig szabadon kószál. A férjemnek voltak zűrös üzletei. Olyasmik voltak, nem illegális dolgok, de nem verni őket nagy dobra. Nincsenek ellenségei, tudtommal. De olyan biztos van, akinek van miért elégtételt vennie. Nem kapott ön vagy a férje furcsa e-maileket vagy telefonhívást a gyerekrablás előtt? Ami figyelmeztette volna magukat. Mi az? Volt egy e-mail. Az nem vitás, hogy Gideon semmit nem tesz ok nélkül, igaz? E-mailek, telefonok. Hogy Prince-et elkapja. Akkor miért ír még mindig? Hát ezt kérdezem én is. Mire gondol? Nem tudom. Az az érzésem, hogy ki akar állítani a játékból. Fenyegeti bundást.
Hogyan? Oké. Azt mondja, a következő áldozata, és biztosan lesz következő, Detroitban él, vagy Miami-ban. Ha ez igaz volna, miért kellene még mindig minket fenyegetnie? Akkor nem volna közöm hozzá. Gondolja, hogy még mindig itt van? Igen, érzem. Bundás, ha nyomkereső és mentőkutya akarsz lenni, ezt fel kell venned. Bundás. Gyere, megyünk. Futás. Bundás, megtanulod, igen? Akkor gyerünk. Oké, Bundás. Figyelj. Figyelj, Bundás. Ez a szagminta. Nem eszed meg, ez a szagminta. Oké? Megvan? Marad. Itt a szag, Bundás. Oké? Mi az? Jól van. Marad. Okos kislány. Oké, keresd meg a szagot, Bundás. Keresd meg a szagmintát. Szimat, Bundás. A szagmintát. Nem edzünk egy kicsit a hétvégén? Margarita kezd berozsdásodni. Rólam nem is beszélve. Vasárnap jó lesz? Jó. Ja. Oh, van egy 40-es pali, a templomból ismerem. Saját repülőgépe van, és utazási irodájuk az asszonnyal. És érdekli a kereső kutyás mentés. Szerintem alkalmas. Milyen kutyája van? Skót juhász, fél éves. Akkor a legjobb kezdeni. Szerintem is. Persze, hozd magaddal. Remek. Jó buli lesz. Mi ez? Ez elhunyt 5 éves gyerekek aktája. Az FBI gyűjtött össze nekem. Ilyen sok? Igen, 10 évre visszamenőleg. A legtöbb baleset, autóbaleset, meg ilyesmi. Ez szörnyű. Mindet eltolvasod? Nem hiszem, hogy alszom ma éjjel. Halló? Chris, tudom, ki ez a Gideon. Brenna. Jól vagy? Jól, persze. Figyelj, ide tudsz jönni? Persze, már is megyek. A kulcs a műszikla alatt van. Na, jó. Várlak. Hé, ez nem túl biztonságos. Tudod, ez maga a rémálom. Mit találtál? Ezt hallgass meg. Lexi Merrick 5 éves. Teljes neve Alexandra, apja Ivan Merrick. Bece neve Gideon. Úgy van, anyja Jessica. Egy meghibásodott hősugárzó okozta halálát, az anyjával együtt halt meg. A halál oka füstmérgezés. A tragédia nagyjából 10 éve történt. Mi az összefüggés? Figyelj! Gideon küldött nekem egy ilyen e-mailt. Nézd!
Elfelejtünk Lex. Lex, vagyis Lexi, Gideon lánya. Aztán a lakásuk Philadelphiában volt, ott haltak meg. A háztulajdonost perbefogták gondatlanságból okozott tűzeset miatt, őt úgy hívták Steve Shatki. És a második áldozat Shatkiék lánya volt, Jenny. 5 éves. Pontosan. Ez Ivan Merrick. Brenna. Gideon idősebb. Ez a fotó egy 10 évvel ezelőtti jogosítványból van. Akkor se tudom 100%-ra megmondani. Nos, mi igen. Túl sok az egyezés. A haditengerészetnél szolgált. Elektronika, robbantások. Mind a kettő. A katonaság után a Rhode Islandi Egyetemre került. Computer specialista lett. Elvette Jessica Klein-t, született egy lányuk, Alexandra. Posztgraduális képzésen volt York professzor mellett másodmagával. Tegnap sikerült beszélnünk a professzorral. Jó képzett volt, intelligens, elhivatott, de mereven ragaszkodott a saját elképzeléseihez, ami nem tett jót a hallgatókkal való viszonyának. Nem tudtam az anyagi gondjairól. Szoftverfejlesztésen dolgozott játékokon, ahol felhasználta a katonai tapasztalatait. Ám amikor a felesége a kislányokkal együtt elhagyta, és megtörtént a tragédia, egyszerűen eltűnt. A York mellett dolgozó másik fiatalember Tom Hendrix volt, Zoe apja. Merrick feltehetőleg az utolsó centjét is a játékfejlesztésbe ölte. Lenullázta magát, és banki hitelért folyamodott. Daniel McCauley, Megan apja. Így van. McCauley elutasította, Merrick padlóra került, elvesztette a házát, a feleségét, a kislányát. Ezt már tudjuk, viszont Tom Hendrix saját céget alapított, volt egy játékfejlesztése, a rettegett urak. Hendrix szerint nem ő lopta el a játék ötletét Merricktől, hanem fordítva. Merrick beperelte és vesztett. Azóta nem tudnak róla. De a Shatki, a McCauley és a Hendrix család igen. Mit gondol, ki lesz a következő? Ez az? Ügyes vagy. Ne menj sehová, jövök mindjárt, jó? Szia! Ó, megsimogatod? Ugye milyen puha, Denise? Tudod, hogy hívnak? Ez a mi titkunk. Oké, mi a neve? Denise Johansson, 5 éves, ma délután tűnt el otthonról. Az apja az az ügyvéd, aki elvesztette Gideon Merrickt. Mennyi időnk van hátra? 11:45-ig. 25 perc. Gideon megnehezítette a feladatunkat. 6 órába telt, míg megtaláltuk a furgont. Ez az a folyó, ahová Zoe-t bedobta. Ellenőriztétek a húsfüstölő? Üres. Én innen irányítom az egységeket, Blue a folyótól. Blue? Micsoda? Nem is ismeri a terepet. Na jó, hol van? Részt mutasd meg nekik, addig kezelem a rádiót. Oké, gyertek. Oké. Blue ott van. Van szagmintájuk? Egy csomó. A kutyák a túlsó parton fogtak szagot. Ezúttal mi állt a cédulán? Még egy hídon át kell menni. Indulj. Visszamegyek a bázisra. Maradj a 11-es csatornán, oké? Okay? Gyerünk, Margarita. Jössz, Brent? Igen. Mondás. Tudod, mit mondás? Ide figyelj. Ha Denise erre van, akkor Gideon az ellenkező irányban, igen? Mutasd meg, mit tudsz, jó? Itt van. Gyere, Bundi. Maradj csak itt. Gyere, Bundás. Maradj nyugton. Szagold meg. Ez Gideon Bundás. Na, kiskutyám, jeljed meg, jó? Gyere, menjünk. Mindenki figyeljen ide! Indulhatnak a rajok! Mindenki figyelje a szomszédját és a vezetőjét! Van kérdés? Nincs, nincs. Ki fogunk futni az időből. Akkor indulhatnak. Mehetünk, gyerünk ember. Gyerünk, Mondás. Gyerünk, Mondás. Itt. Oké, erígy. Jól van, Mondás, kövesd a szagot, okos kutya. Okos kislány. Menj csak,
tudás. Jó kutya. Itt átmegyünk a hídon. Van adóvevőjük? Igen, állítsák a 11-esre. Igen. Gyerünk, Margarita. Róla, menjünk. Senki lesz a kagyulás. Gyere, gyere. Igen, elindultak a kereső osztály. Igen, most. Okos kutya. Ne veszítsd el a szagot. Jól van, bundás. Jó kislány. Ez ő! Hol van Dönis? Renna? Bundás! A kereső kutyák nem támadnak. Utána néztem. Figyeljen! Lelövöm a kutyát. Maga lelő engem. Senki sem győz Brenna. De ha ideadja a fegyvert, békével hazamehet. Nem adom! Higgyen nekem. Már nincs sok idő. Tegye le a fegyvert. Gyerünk, tegye le a fegyvert. Fordítsa a föld felé. Jöjjön közelebb. Jöjjön én felé. Lassan. Célozzon lefelé. Jó. Álljon meg. Fegyvert a földre. Jól van, Brenna. Lépjen hátra. Lépjen hátra. Hívja a kutyát. Bundás, gyere! Megtettem, amit kért. Hol van Dönis? Engem megtalált Brenna. Találja meg őt is. Bundás, támadj! Van valami ötleted? Vízes. Bundás, szimat, merre járt? Ne! Ne, ne, ne! Ne! Bundás! Bundás! A folyónál járt. Vízes. Gyerünk, keresd a szagot! Jó kislány. Mi ez? Folytassák! Hall engem?
Hol van Brenna? Menjünk! Gyerünk, bundás! Vezess oda, gyorsan! Ide! Ide! Gyorsan jöjjenek! Gyorsan! Ott van a hordóban! Ott van lent! Fel kell hozni! Siessenek! Húzzák fel! Húzzák már fel! Húzzák már! Megvan, ez az! Óvatosan! Jól van! Óvatosan! Gyorsan, ki kell nyitni! Tegyék be! Nyissuk ki gyorsan! Nyissuk ki! Megtalálták! Engedjenek az én gyerekem! Vigyázzatok! Szegény! Gyere csak! Szegény gyerek! Jól van, gyere! Minden rendben, életben van! Szegény kis gyerek! Istenek! Semmi baj! Jól van! Minden rendben! Jól van! Nyugodjatok! Semmi baj! Ó, Istenek! Épp ideig! Utat! Adjanak helyet! Utat, emberek! Szépen szabott ember! Jó! Remek kutya! Mit csináltad? Okos kutya! Ja, hallottatok a listáról? Csak ezt ne, kérlek. Gideon halállistájáról. Kislányok neve és 5. születésnapjuk ideje. York professzor unokája is rajta van, és annak a bírónak a dédunokája is, aki a Hendrix ügyben ellene döntött. Sosem hagyta volna abba. Ha csak valaki meg nem állítja. Donnányi papírmunkám lett, hála neked. Szép volt? Nem is kicsit. Várj. Meg kell beszélnünk egy néhány dolgot. Úgy, mint azt az esetet, amikor nálam voltál és megcsókoltalak. Azt. Érzelmileg labilis voltam, teljesen kiborultam, te meg olyan kedves képet vágtál. Már megbántam. Nem ezt mondtam. Ne haragudj rám, én nem csináltam semmit. Hát éppen ez az. Erről van szó. Nem csináltál semmit. Ennyi évnyi ismerettség után vehetted volna a bátorságot, hogy te csókolsz meg először. Szóval azt mondod, hogy gyáva nyúl vagyok. Akinek nem inge. Jaj, ne. Ne vegye magára. Az a csók. A szexis dolog volt. Igazán? Később megbeszéljük. Bánni fogom? Meglátjuk. Később is jó. Bundá!